Közös kínai-orosz hadgyakorlat kezdődött Kína déli partjainál. Az orosz csendes-óceáni flotta két hadihajója már ki is kötött a helyszínen. A két ország tengerészei közös légvédelmi és egy tenger alatt járó elhárítási gyakorlatot tartanak a kínai hadsereg légiereinek bevonásával. Japán szerint Peking és Moszkva szoros kapcsolatai növekvő fenyegetést jelentenek. Katonai tiszteletadással köszöntötték az orosz tengerészeket a kínai Zhangjiangban. A kínai sajtó szerint az első orosz hadihajók pénteken futottak be a tengerparti város kikötőjébe, ahol közös hadgyakorlatra készül a két ország. Kérem, adják át CVS üdvözletünket a kínai tengerész kollégáknak, köszöntötte kínai vendéglátóikat az egyik orosz hadihajó kapitánya. A hadgyakorlaton az orosz csendes-óceáni flotta két korvettje mellett a fogadó ország egyik rombolója és három másik kínai hadihajó vesz részt. Az orosz védelmi minisztérium és a kínai külügyi tárca közleménye szerint a 2024-re meghirdetett tengeri együttműködési program részeként a két ország tengerészei egy mentési gyakorlaton vesznek részt, valamint közös légvédelmi és egy tenger alatt járó elhárítási próbát fognak tartani. A hadgyakorlat célja, hogy demonstrálja a két fél képességeit a tengeri biztonsági fenyegetések közös kezelésében, valamint a globális és a regionális béke és stabilitás megőrzésében, mondta egy kínai tengerésztiszt. A közös hadgyakorlatnak azonban nem csak katonai jelentősége van. A kínai-orosz diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából ugyanis idén kulturális évadot tartanak, így a tengerészek olyan programokon is részt vesznek, amelyek célja a baráti kapcsolatok kialakítása. Az orosz és a kínai elnök az elmúlt években többször is találkozott egymással, legutóbb Vlagyimir Putyin látogatott el Pekingbe. Kínai kollégájával májusban a két ország stratégiai együttműködésének bővítéséről tárgyalt. Elemzők szerint Kína és Oroszország kapcsolatának megerősödése az ukrajnai háború következményeként értékelhető. A nyugati szankciókkal sújtott orosz gazdaság ugyanis hamar a konfliktusban semleges álláspontot képviselő Kínában talált kereskedelmi partnerre.